Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Nos, csoda pillanatoknak lehetnek a következő 25 percben tanúi kedves nézőink, annál is inkább, mert egy olyan vendéget invitáltam meg, aki, ha azt mondom, hogy állandó vendégünk, ez ebben a formában természetesen nem igaz, ugyanakkor, amikor könyve jelenik meg, akkor itt van velünk, hiszen Kitty Wigstajta, örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz, és... Yeah. Egyel többen vagyunk. Igen. Egy csoda kisfiú, először is mutassuk be talán. Leonardo. Leót. Leonardónak hívják a fiamat, most már 2 éves, és az előző könyvemet róla neveztem el, Leonardo Morelli kalandos történetét, de akkor még csak terhes voltam vele. No, vissza kell nyúlnunk egy kicsit 2018-ig, hiszen akkor jelent meg, és ezt mutatom is, a Varázsecset. Ez volt az első olyan könyv, ami Leonardo Morelli kalandos történetét fogalmazta meg, és ez egy nagyon fontos pillanat volt, nem csak a te életedben, hanem mindannyiunk életében. Annál is inkább, mert hogy ez a könyv bemutatta, hogy lehet a fiataloknak is egy olyan könyvet készíteni, ami mindenkié, ami mindenkit elvarázsolt, hiszen egy olyan történet ez, ami azt hiszem, hogy egyedülálló. Kezdjük talán azzal, hiszen már akkor megfogalmaztad, hogy majd a későbbiekben ezt folytatni is szeretnéd. Igen, mikor először megírtam a regényt, anya éppen most beszél. Amikor megírtam a regényt, akkor nagyon szerettem volna, hogy ez nem csak egy regény legyen belőle, hanem több részes sorozat. Még nem tudtam, mikor elsőnek megírtam az első regényt, hogy ezt hogy fogom majd folytatni, de aztán, hogy haladt az idő, az úgy adta magát a történet, hogy ez a varázsecset világa, ez nem tud kimerülni csak egyben, hanem annyi kis részlete van, meg kis dolgok, hogy még tovább lehet ezt szőrni a történetet. Ugye azt a nézők talán még emlékeznek rá, hogy ez Bournemouth-ban született a könyv ötlete és gondolata, hiszen a Pázmány Egyetem után ott tanultál szintén, filmművészeti szakon, írói szakon 2011-ben, tehát idestóva 10 esztendeje, hogy végeztél. Az mi tudatos volt részedről, hogy a filmet egy kicsit hagyva egy másik úton indulj el? Amikor megírtam a diplomamunkámat, ez a könyvet, akkor én nagyon szerettem volna, hogy film legyen belőle, és de természetesen tudjuk, az írói karrier nagyon nehéz út. És mikor visszakerültem Magyarországra, bekerültem a filmes, tévés világba, akkor nagy lehetőséget láttam belőle, hogy ha egyszer azt szeretném, hogy film legyen belőle, akkor mindenképpen el kell kezdenem dolgozni a szakmában, hogy minél több embert megismerjek, minél kinyíljon a látókörön, minél több mindent megtanuljak ebben a szakmában. Az, hogy interaktív ez a könyv, az teljesen természetes volt számodra, hogy ezt az utat választod? Hiszen azért valljuk meg, nagyon sokan írnak gyermekkönyveket. De az interaktivitás, mintha mellőznék. Márpedig ebben a felgyorsult 21. században nagyon fontos, hogy a fiatalok odafigyeljenek egymásra, önmagukra, társaikra, közösséget alkossanak, és remek példa volt a Varázsecset erre. Igen, a legújabb könyvem, ez az Utazó napló, ez már szinte erről az egész interaktivitásról szól. Amikor megjelent az első könyvben, nagyon sokat túlnéztünk az országban, és annak a tapasztalatot gyűjtöttem össze, hogy gyerekeket olyan nehéz lekötni csak egy könyv olvasásával, vagy csak avval, hogy fejleszik magukat, de azt vettem észre, hogy ha csoportjátékokat játszottunk, ha valami rejtvényt vagy fejtörőt kellett megoldaniuk, akkor ők sokkal jobban lehetett kötni őket a foglalkozás alatt. És akkor így alakult meg az új könyvem, ez az Utazó napló, amiben nem csak az van, hogy megy a történet, meg kell fejtenünk a rejtvényeket, hanem a gyerek maga választhat, része se lehet ennek az egész utazásnak. Amikor van az, hogy választhat egy út közül, akkor ő dönteti el, hogy mondjuk a varázsló műhelyébe szeretne menni, vagy esetleg el kell menni a piac szélre, hogy megtalálja a megoldást, és akkor oda kell lapozni. Az egyik része az lehet valószínűleg egy csapda, a másik meg egy
egy rejtvény, meg kell fejteni, és utána tovább tud lépni a történetben. És nem csak az van, hogy most rejtvények vannak benne, vannak olyan részek, hogy kell vágni a könyvet, vagy ezt összehajtogatni, széttépni. Vagy most elég sok minden, sokfajta technikát próbáltam így beletenni egy könyvbe. Varázsecset nagy siker volt, az egyértelmű. Elégedett voltál azzal a, ahogy azzal a fogadtatással, amiben ez részesült? Igen. Nagyon. Én most nem gondoltam volna, hogy ez így el fog indulni maga útjára, és azért tudjuk, hogy a könyvipa is elég nehéz szakma, mert hogy elmegy egy vásárló könyvesboltban, és ott van több százezer könyv, ami közül választania kell egyet, és honnan tudja, hogy melyik könyvet válaszol, miért pont az én könyvet válaszza. És ezért nagyon fontos az, hogy jól kommunikáljuk le ezt a közönség felé, hogy egyetem milyen tartalomról is van szó, és akkor ők tudnak választani, látják maguk előtt a példát. Itt van előttem az elvarázsolt festmények, tehát ez a második kötet. Te úgy fogalmazol, hogy előfordul, hogy a világ unalmasnak, ridegnek és ellenségesnek tűnik, kivált kép egy kamasz szemében, így van ezzel benne az amerikai fiú is, aki ugye feltűnt már. Aztán történik valami, benn kívánsága, tehát elindulhat egy úton. Itt megint a tudatosságról kérdezlek, mert ez fontos volt, hogy ezt az utat kövesd végig. Tehát azzal, amit a varázsecset elkezdtél, ennek ugye a második kötet, az teljes egészében visszautal néha-néha, hiszen olyan szereplők vannak benne, akik fontosak már számunkra, és én azt hiszem, hogy a fiataloknak a folytonosság, az ív, az mindig fontos. Ha nem is ugyanazok a szereplők vannak benne, de a kapcsolódási pont az nagyon fontos, hogy tudjuk kapcsolni az egyik könyvet a másik könyvhöz. Esetleg az a szereplő az esetleg valakinek a valakije, vagy éppen Leonardo, mint most a Leonardo kapcsolódik a golyókhoz. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy valamilyen szinten megemlítsük, hogy miért is volt az a kapcsolódás. Esetleg ez egy előzmény története, a nagypapája, vagy a valamelyik családtagja annak a szereplőnek, akivel a következő könyvben megismerkedünk. És akkor az egy gyerek is össze tudja rakni, hogy ha mégsem arról a történetről van szó, de valami miatt a múltban összekapcsolódtak egymással. És ez egy fontos pillanat volt, ha már itt tartunk, az angol nyelvű megjelenés. Igen. Ez álmod volt egyébként, már akkor is beszéltünk róla, hogy ennek van egy másik útja is, olyan helyeken is, hiszen a magyar egy különleges nyelv. Tehát az számomra egy csoda volt, meg szerintem minden olvasó számára, hogy milyen gyönyörűen fogalmazol magyarul, de azért az, hogy ez elkerüljön egy olyan olvasótáborhoz, ami egy teljesen más, ahhoz kell az angol fordítás is. Igen, ez az angol fordítás 3 éve telt, hogy megvalósuljon. Persze, hogy nem én fordítottam, hanem volt egy brit-angol fordítom, aki ezt az egész könyvet lefordította, és volt egy amerikai szerkesztő, aki átnézte, olvashatóbbá tette ezt a nyers fordítást, és szerencsére most már megjelent ez az angol könyv nem nyomtatott formában, de e-book formájában, különböző platformokon. No, harmadik kötet. Ezt is megmutatom, és akkor erről fogunk beszélgetni, hiszen az utazó napló első, rejtélyes ékszerrablás Egyiptomban. És ha belelapozunk, akkor azt látjuk, hogy ajánlom mindazoknak, írott-e, a kalandvágyó gyermekeknek, akik nem ijednek meg az első akadály láttán, és akik kitartóak és bátrak annyira, hogy végigvigyék a kalandot. Leonardo időközben átrendezi a stúdiót, de se baj. No, alakítsd te magad a történetet. Ugye ez egy rövid alcím, és ahogy mutatom a kötetet, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát akkor mélyedjünk el az utazónapló első részében. Szóval amikor leültem, nagyon szerettem volna egy olyan könyvet kialakítani, ami kicsit interaktív, de ez volt a legnehezebb része. Mert regényt írni, történetet írni egy picivel könnyebb, de az, hogy belevont a gyereket is, vagy az olvasót is magába a történetbe, interaktívá tenni az egész folyamatot, ez az, ami
a nehézség az, hogy hogyan kivitelezzem. Próbáltam különböző könyveket olvasni, ami hasonló téma, hasonló technikából épült fel, főképpen ezeket a lapozgatós könyveket, hogyha ha a történetben megy tovább, és hova szeretné tovább lapozni. Mindenképpen a Leonardo történetét akartam továbbvinni, mert ő volt az a kalandor típusú szereplő, aki mindig bajba jutott, mindig erekéket keresett, és ez egy nagyon jó kalandos szereplőnek hangzik, akinek ki kell találnom, hogy hova megyünk kalandozni. És miért Egyiptomot választottad? Azért, mert az első, most a nagy regényemben, és a Ben, meg a Maja szintén visszakerülnek a szellemek világába, ahol meg találkozik Kleopátrával, a egyiptomi istennővel, és Egyiptom egy olyan téma, amit minden gyerek ismer, minden gyerek szeret. És arra gondoltam, az első könyv az jó lenne egy olyan témát megragadni, amit tényleg sokan ismernek. Tehát ez egyfajta társasjáték, ha úgy tetszik? Igen, a könyv legvégén van egy társasjáték melléklet is, amit el kell jutnunk a könyv folyamán, hogy eljussunk a nagy társasjáték részhez, és a könyvbe bele van írva az útmutató. És ez azért jó ez a társasjáték, mert hogy nem kell egyedül játszani a gyereknek, meghívhatja a családot is, összesen 4 főt, hogy játszani. Azért az nagyon-nagyon fontos, hogy eljutottál, és tehát egy folyamatnak tekinted. Nem csak, nyilvánvaló, hogy minden kötet egyedi, és különálló. Ugyanakkor, ha folytatásban gondolkodunk, akkor az fontos, hogy maga az író is beleéli magát, és tudja folytatni már, mint olyan szinten, hogy azt a szintet értelemszerűen azt megtartja. Igen, és itt jön az, hogy mindig az ember próbál valami újat kitalálni, és néha olyan nehéz, hogy mi lehet az az új, ami tetszeni fog a közönségnek, és természetesen minden új az kockázatos is, mert hogy nem tudhatom, hogy ez most sikeres lesz, és ez eléri azt a célt, amit én szerettem volna, vagy nem. Mit hozott sikerként? Miként értékeled a sikert? Hiszen tudjuk, hogy az első 2 kötet az siker volt. És most már a saját kiadásodban jelent meg ez a kötet. Azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcső. Igen, ez egy nagy lépés volt a számomra, mert ez egy olyan bonyolult könyv volt, és még írás közben én is néha jegyzeteket kellett kérnem, hogy megértsem, hogy ezt hova kell lapozni, ez hogyan lesz majd a töldelőbe, illusztrátorba ezt megcsinálva, hogy ez érthető is legyen. És nagyon sok kiadó, akiknek elküldtem a kéziratot, sajnos nem tudták elvállalni, mert ez egy nagyon rizikós könyv, olyan szinten, hogy elég sok munka van bele, nekem 8 hónapomba telt, hogy ez itt most könyvformájában itt lehessen, de én nem akartam feladni, hogy egy tök jó munka készült, vagy egy nagyon jó könyv alakult ki ebből, és nem szerettem volna, hogy a polcon üljön mondjuk évekig. Tehát az álmod teljesült. Igen. Itt nem a hogyan továbbról kérdezlek, hanem ez most teljes egészében, ugye megszületett a kisfiad. Igen. Az előbb még láttuk. Leonardo mennyi változást hozott az életedbe? Ó, nagyon sok. Már persze természetesen a prioritás az elsőbbleg, az ő fejlődése, az ő jóléte. Most már elkezdett járni bölcsödébe, most már elkezdtünk eljutni az a szakaszhoz, most már elkezdtünk tanítani, beszélni, most már beszél pár szót, el kell kezdeni a bili használatát, már más olyan érdeklő, hogy mindenre mutatja, hogy mi ez, és akkor mindig el kell neki magyarázni. Természetesen nagyon sok időt vesz az én életemből is, de igyekszem azokat a kis pihenőidőket, amik ő alszik pár órát napközben, azt az írással saját dolgomra. Tehát ezen túl milyenek a mindennapjait? Hadd kérdezzem meg. Ezen túl inkább ilyen háziasszonyos jellegű, de természetesen nem. Most, hogy jár bölcsödébe a gyerek, így nekem van naponta egy ilyen 5 órám szabad, amiben tényleg a saját kis életemet tudom rendbe rakni, meg a saját munkáimat elvégezni, és persze az írás. Jó,
Az íráson túl egyébként tehát foglalkozol nyilván mással is, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy sokrétű, sokívű a tanulási szempontból is a te életed. Igen, igyekszem továbbra is eljárni a festőtanfolyamra, de ez egy kicsit nehézkesebb. Természetesen most már nagyon jó, hogy vannak ezek online oktatások, és tudom online is ezt csinálni, mert a tanárnő ezt föl is veszi videóra, és megosztja velünk, és akkor így mi otthon is tudjuk gyakorolni. Persze ez nem ugyanaz az élmény, amikor elmegyik a csoportba, és ott vagyunk többen, és együtt alkotunk, ahogy mondjuk, az alkotás szeretete. Kell, hogy szólsék a koronavírus járványról is. Egy író életében mit jelent az a kényszerű visszavonultság, ami egy ilyen időszakot jellemez? Én azt mondanám, hogy nekem nagyon aktív volt, és nagyon termékeny volt ez a koronavírus időszak, amikor otthon kellett lennünk. Nagyon sok időt tudtam a gyerekkel is tölteni, plusz megszülettek a könyveim is mellette, és az ötletek a következő könyvre is. Nyilvánvaló, hogy ez az első rész, és az is biztos, hogy lesz folytatása, hiszen ahogy bemutatkozik Leonardo Morelli, több generációs festőcsalád tagjaként láttam meg a napvilágot a 17. századi Firenzében, mivel apám és nagyapám is festő volt, nem volt kérdéses, hogy a család belőlem is festőművész szeretett volna nevelni. De hát az új élményekre Leonardónak is szüksége van, neked is. Honnét van az inspiráció, hogy ezt folytasd? Mert én azt gondolom, szinte biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben lesz, és milyen történeteket dédelgetsz, amelyeket szeretnél majd nyilvánosság elé tárni? A következő könyv, a könyv legvégén van egy keresztrejtmű, ha azt megfejted, akkor kapsz egy hintés a következő könyvre, ami az első könyv, az Egyiptomban látogatunk, és az a lényeg ennek a varázsesetnek, hogy a világot járjuk idő és téren kívül. A második könyv, nagyon szeretném, hogy egy picit a mi hazánk az kapcsolódjon. Szóval a második történet egy magyar királyról fog szólni, de azt még nem árulom el, hogy kicsoda, de egy olyan királyról, akinek van egy kis kapcsolódása Olaszországhoz is. Nagyon-nagyon érdekes. Mikor fogsz hozzá? Most, hogy befejeztem egy filmet, mert most azért is vagyok Magyarországon, mert hogy elvállaltam egy 2 hónapos amerikai filmet. Most jövő héten fogunk visszautazni Párizsba, és akkor jövő év nyárig nem fog dolgozni, szóval a legtöbb időmet most az új könyvnek megalkotására fogom szentelni. Beszéljünk akkor erről a filmről, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy ugye úgy végeztél. Igen, ez egy amerikai film, a Yorgos Lanthimos rendezi, és rendeztem, mert hogy tegnap előtt fejeztük be a filmet, és elég hosszú volt, nagyon nehéz volt az én részemről az, hogy hogyan tudnám az anya szerepet, a család szerepet, a gyerekemet a munkával összehozni, de szerencsére itt van egy nagyi, aki mindenben támogat és segít, és persze itt van a bölcsöde, ami azért nagyon sok segítséget nyújt avval, hogy a gyerek azért a nap nagyobb részét többi gyerekkel töltheti. Ami az előző kérdésre a válasz, hogy honnan jönnek az ikletek, az, hogy nagyon sok inger, nagyon sok élmény ér az életben. Most az, hogy visszatértem 2 hónapra dolgozni, és ez is annyi energiával töltött fel, és annyi új tapasztalat és élményt szívtam magamba, hogy most már csak a gondolatok így kavarognak a fejemben, és most már csak azt kell le tudjak ülni, és meg tudjam élni ezt az új történetet. Történjék így, mit kívánhatunk neked? Én nem is tudom, én csak nekem a legfontosabb, hogy a gyerekem egészséges legyen, a családban, a családtagjaim is egészségesek legyen, és boldogak. Nekem ez a legnagyobb kívánság. Így történik. Én az egész családnak, Leonardónak, neked, édesanyádnak, mindenkinek az egész családban kívánom ezt. És hát természetesen érdeklődéssel várjuk majd az utazónapló második, harmadik, sokadik részét is, és én azt ígérem, kedves nézőink, hogy természetesen amint megvan, akkor Kittivel találkozhatnak, hiszen ez egy üdítő történet így karácsony táján. Itti, köszönöm szépen, még egyszer gratulálok, és azt hiszem, hogy jó olvasmány lesz ez a könyv.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a ünnepi beszélgetéseink sorában a Varázsecset szerzőjével, Tivik Tájtával beszélgettünk ismét, és hát ajánlom, keressék a boltokban, ez egy nagyszerű könyv kicsi gyermekeknek, 8-tól 14 éves korig, tehát még a nagyocskáknak is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!